Első könyvemnek az, az volt a fűszövege, hogy a kelet-európai történetek logikáját ismerve teljesen észszerű, hogy egy Kolozsváron született férfi és egy Ingolstadtban született nő gyermekeként a délföldön szentesen láttam meg a napvilágot. Ugye ennek ez a történet úgy szó, hogy a a második világháborúba 44-ben a nagy, nagyapám, az anyai nagyapám, meg a nagyanyám Ingolstadtba kötöttek ki. Ugye a visszavonuló németek vitték magukkal a hadi orvos nagyapámat, és ott született meg egy vásárhelyi Eszter nevű lányuk, aki, aki pár hónap múlva meghalt, és aztán 46-ban már amerikai hadifogságban született, meg szintén még Ingóstadtba az anyukám ugyanúgy vásárhelyi Eszter néven, és akkor úgy aztán jöttek haza, talán még 46-ban vagy 47-ben jöttek haza Szentesre. Utána lett még egy gyerekük, és ez a család, ez, ez, tehát ott, ott mind a két gyerek, az anyukám is, meg az öccse is orvos lett. Ugye az apám is orvos, az unokaöcsém is orvos, a nagynéném is orvos, tehát nálunk a Szentesen gyakorlatilag minden, mindenki, mindenki orvos volt. Úgyhogy én ezt nagyon hamar el is határoztam, hogy biztos, hogy nem leszek orvos. Szentesen két olyan dolog működik, ami, amiről szokták ismerni a várost, az egyik a vízilabda. Tehát egy hihetetlen úszodai élet van, tehát aki, ugye azt szokták mondani, hogy akinek megvan mind a két keze, meg lába, az biztos, hogy az úszodába kerül egy idő után. Tehát vagy, vagy úszik, vagy vízilabdázik. A másik pedig az, hogy a, ugye a Gimnáziumba, és meg nem mondom, hogy pontosan hányba, de valamikor a 70-es években nyílt egy ö, drámai tagozat, amit egy bácskai Miskabácsi nevű igazgató azóta meghalt, ö, indított el. Ugye ez se volt előzmény nélküli, mert előtte ilyen, ilyen diákszínjátszó, mozgalom volt ott, még az anyám is, aki oda járt, az is ilyen diák színjátszó körökbe mozgott, és ő, ő mesélte, hogy nagyon meg volt sértődve a bácskai Miska bácsi, aki őt tanította, hogy, hogy orvosnak ment, és nem színésznőnek. És ott hát ebben a gimnáziumban egy hihetetlen ö, 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 légkör alakult ki, tehát amikor én mondjuk 88-ban gimnazista lettem, akkor éppen ez már, ez már csúcsra járatódott ez a dolog, és hát rengeteg olyan nevet tudok mondani, aki, aki oda járt drámaiba, vagy drámai mellé, mondjuk a, érdekes, hogy most a kiadó igazgatóm, a kenyéradó gazdám Nyári Krisztián kettővel járt fölöttem drámaiba, én nem voltam dráma is, de hát az Alföldi robertől kezdve, a Gáspár Sándorig, a Feszbaum Bélától kezdve, a Bajomi Gyuriig, tehát végtelenségig lehetne sorolni azokat az embereket, akik vagy színészek, vagy, vagy rendezők, vagy pedig egészen más, vagy nem teljesen más területre kerültek, de, de, de fontos, hogy ismert emberek lettek. Tehát volt, volt egy, ez egyébként szentesi mafiaként, kultúrmafiaként ma is működik a Budapesten, tehát ezt mindenki tudja, hogy a másikról hogy ki a szentesi, és kihez kell fordulni, tehát nincs olyan, hogy, hogy valamit el ne lehetne intézni, mert, mert mindenre van egy szentesi Budapesten. Tehát ez nyilván el, elsősorban egy, 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 ilyen, egy ilyen összetartási élmény, másodszorban ott volt egy olyan, olyan hihetetlen laza közeg, amiben, amiben négy évig felnőttünk, hogy hogy inkább az volt nagyon, nagyon meghatározó. Tehát, hogy igazából senkire nem kényszerítettek rá semmit. Tehát a legtöbb vidéki gimnázium azért olyan, hogy, hogy ugyanazokkal az emberekkel jársz együtt a gimnáziumba, akikkel már bölcsödébe együtt jártál, akikkel általános iskolába együtt jártál, tehát nem nagyon van változás, nem nagyon van kitekintés. Ez pedig egy, egy, ilyen, egy ilyen, országos gimnázium volt, ahol, ahol, a Pestitől a Szarvasig, a, a Győritől a Sopronig mindenféle ember volt, és hirtelen tényleg úgy érezte az ember 14 éves korában, hogy kinyílt a világ, egy csomó mindenkit megismert és ettől a drámai tagozattól egy ilyen nagyon kreatív bizsergés volt ott. És ugye ne felejtsük el, hogy nem csak a, nem csak a hely volt meghatározó, hanem az időszak is. Most gondolj bele, hogy, hogy egy ilyen szabad, szabad, közegű vagy szabad elvű gimnáziumba jártunk 88-tól 92-ig, tehát gyakorlatilag a, rend, a, a tág értelemben vett rendszerváltás ideje alatt. A fűszerkereskedő bronzbőrű asszonyának még lejjebb csúszott a keze, Giovanni testén végigfutott a borzongás, mintha lepke szállt volna benne a talpától a feje búbjáig. Csacsi fiú, add a kezed, mondta fiametta, és maga felé fordította a szerelmét. Nagyanyám andalúziai cigányasszony volt, majd én megmondom neked, ember lesz -e belőled. Belenézett Giovanni bal tenyerébe, percekig nem szólt, csak bűvölte a ráncokat. Közben a Via Marina ébredezni kezdett, nyitottak a boltok, a kocsmák, és az asszony a part kíváncsi szemei elől a hálószobába húzta a pucér Giovanni-t. Leültek az összedíbolt ágy szélére, és Fiametta anélkül, hogy felnézett volna a tenyérből, azt mondta, a fiú vissza fog menni Firenzébe. Lehetetlen vágta rá Giovanni, soha nem hagylak el, képtelen lennék rá. Visszamész, nélkülem és örökre, a nagy pestiskor. Nem én mondom, hanem a tenyered. Az ifjú biztos volt abban, hogy szerelme napszúrás kapott. Nagy ember lesz belőled, folytatta fiametta. Ha nem is a számok, de a betűk majd azzá tesznek. Félre beszélsz, mondta Giovanni. Dantét csodálják, Petrárkát dicsőítik, de téged olvasni fognak. Ez a legzöldebb koszorú, hogy beszélhetsz így az isteni Dantéról, fortyant fel a firenzei. De fiametta csak kacagott, édesen és szívből, és közben azt mondta, de hogy Dantéról beszélő, a legkevésbé sem róla, sokkal inkább a szerelméről, a világítóan tehetséges Giovanni Boccaccio-ról. Azzal magára húzta a fiatalembert, akinek arca eltűnt a buja, sáfrányilatú mellek között én egy, egy, hihetetlenül, hihetetlenül rossz, rossz diák voltam, és nagyon nehezen végeztem el a gimnáziumot. Volt olyan érettségi tantárgy, ami, ami, aminek kétszer is nekindultam. De szóval engem egész gimnáziumban semmi más nem érdekelt, csak az olvasás. És bennem nem volt ilyen, nem volt ilyen ilyen szilárd elhatározás, hogy én írni akarok, vagy író leszek. Én igazából nem is tudtam, hogy mi az, hogy, mi az, hogy író. Azon kívül, hogy íróknak a könyveit olvastam, de hát nem ismertem egyetlen írót se közelről szentesen. És aztán a bölcsészkarra kerültem, a pázmány bölcsészkarára vettek föl, Szegedre is jelentkeztem, de oda nem vettek föl, és akkor úgy kerültem a pázmányra. És nekem az volt a benyomásom, hogy, hogy egy ilyen kényszerpályára kerültem, tehát szerintem a, alapvetően a bölcsőszkarra azok, azok, a diákok kerülnek, akiknek nincs más lehetőségük. A bölcsőszkor ugye marad két vagy három lehetőség az embernek, az, hogy mondjuk alapvetően kettő, hogy vagy tanítani fog, vagy kutatni. Aki, aki egyikre se alkalmas, annak marad az írás, mondjuk az újságírás. Aki újságírónak se jó, annak már csak egyetlen egy lehetősége van az, hogy, az, hogy író lesz. Ez volt a komolytalan, komolytalan része a válasznak. A, a, másik része a válasznak az az, hogy, hogy ezt én már felnőtt fejjel ismertem meg ezt a történetet. Tehát nekem, nekem volt egy nagyapám, egy apai nagyapám, aki Szegeden volt újságíró. Főleg kulturális újságíró. Alapvetően komoly zenével, de inkább képzőművészettel foglalkozott. Ugye, akkor volt ez a mártéi festőiskola, és igazából az ő krónikásuk volt. És hát az ő történetét azt, azt nem nagyon tudtam, hogy nagyon-nagyon zárkózott figura volt. Nagyon kevés embert engedett közel magához, az egyik én voltam, de mégsem beszéltünk erről, erről a részéről a dolognak hogy ugye ő Kolozsváron született, és az apám is Kolozsváron született 44-be, 43-ba. És 44-be jöttek el Kolozsvárról, előbb Hódmezővásárra és aztán Szegedre költöztek. Úgyhogy az apám, az apám gyönyörűen őzik, mert hiába Kolozsváron született, ugye őző nyelvterületen nőtt föl Vásárhelyen is, meg Szegeden is. És, és ezt a nagyapám igazából ez soha nem emésztette meg ezt a, ezt, a, ezt az elköltözést vagy, vagy, elmenekülést, és soha többet nem ment vissza Erdélybe. Ugye 30 éves koráig élt ott, és soha nem, nem is beszélt erről az egészről. Olyan mélyre temette ezt magába, ezt az egészet, és bejárta a világot, mert ugye sok nyelven beszélt, és hogyha valamilyen újságíró delegációt küldtek Szegedről valahova, akkor ő biztos, hogy ment Párizstól Finnországig, Bulgáriától Indiáig, de Erdélyben nem ment vissza. És én ezt már olyan 30, 30 és 40 éves korom után térképeztem fel az ő világát, hogy ő a legendás Kolozsvári ellenzéknél dolgozott fiatalemberként az egyetem után. Ugye ez a Bánfi Miklós Tamásiáron, Hunyadi Sándor világ, ilyen kollégákkal volt körbevéve, vagy mesterekkel, alapvetően ö, irodalmi kritikákat írt, de eszéket és novellákat is ezekkel is kísérletezett, tehát hogy, ö, hogy biztos, hogy onnan is jött valami, valami, valami genetika. És ugye az apám is, ö, 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 az apám révén is jön valami, valamiféle, valamiféle írógén, mert hogy ő, ő egy, ő egy, lassabb, egy lassabb technikásabb versenyző körülbelül 40 éve ír egy könyvet a és kultúrtörténetéről, ami, ami gyakorlatilag most, most készült el, és most fogják kiadni. És volt egy olyan pont, egy időben elég sokat jártam, ugye ott a Kolozsváron elég iroda, irodalmi élet volt, vagy van, és a, ez, ez a Bulgakov Kávéházba Bulgakov kávéház volt a központja ennek az irodalmi életnek, és többször meghívtak, és eltöltöttem mindig két-három napot Kolozsváron. És egyre jobban kezdett érdekelni a város, és egyre jobban kötődtem hozzá, és egyre több mindent kikutattam a, az apámról, meg a nagyapámról, meg, meg az egész családtörténetről, és utána ez olyan erős lett ez a vágy bennem, hogy, hogy aztán egy ösztöndíja fél évet ott is laktam amikor ugye rengeteget jártam könyvtárba, meg levéltárba. Elég sokat írtam Kolozsvárról, rengeteget olvastam ilyen helytörténeti dolgokat róla, tehát egy, volt egy olyan pont, amikor szerintem jobban ismertem a 30-as, 40-es éveknek a Kolozsváriát, mint mondjuk a, a 80-as évek szentesét, amiben fölnőttem. egy és az olyan erős lett ez a, ez a kötődés, hogy, hogy a mai napig igazából úgy gondolom, hogy nekem, nekem két gyerekkorom volt. Hogy volt egy fizikai gyerekkorom szentesen, amiben én mindig éreztem, hogy ki, valahogy kilógok ebből a gyerekkorból. Tehát, hogy valahogy, valahogy rossz, téves helyen vagyok. Tehát nekem, nekem nem, egy ilyen, nem egy ilyen zöld területen és egy ilyen kisvárosban kéne lennem. És volt egy, volt egy, vagy van egy metafizikai gyerekkorom, az meg az a, az a gyerekkor, hogyha, ami akkor történt volna, hogyha hogyha 44-ben az apám és a nagyapám nem jön el Kolozsvárról. Tehát, hogy erre én most, most, most így így gondolok, erre a, erre a gyerekkorra, hogy, hogy az egy fantasztikus fél év volt egyébként, amíg, amikor ott éltem. Egy tulajdonképpen a folyamatosan a nagyapámnak a, az, az ifjú korába éltem benne. Tehát ültem a könyvtárba, olvastam a régi helytörténeti munkákat, meg a visszaemlékezéseket, ebből azért rengeteg novella is született. És, és, és tulajdonképpen egy ilyen időutazásos élményem van. Tehát nekem Kolozsvár az, az legalább annyit jelent, mint, mint Szentes. És, nagyon érdekes, hogy a, 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 családomnak a két ága az, az két teljesen különböző világ. Tehát a, ugye az apám és az ő apja az, az egy, az, egy, ilyen kolozsvári vagy, vagy városi, nagyvárosi értelmiségi vonal, és a, az anyai vonalam az pedig egy, egy délalföldi nagybirtokos vona. A Cserna név, ugye én Szabó Andrásként, tehát a lánykori nevem a Szabó András, az apámat is így hívják, hogy doktor Szabó András, és ez, ez, nem egy írói név egyébként, tehát én sokkal hamarabb felvettem a Cserna nevet, mint hogy író lettem volna, jó emlékszem, olyan 19-20 éves koromban. Ez annak köszönhető, hogy ugye a Cserna név az a, az a Szentesi Nagybirtokos családnak a, a neve. Aminek a, ugye az összes nyomát azt elpusztították, Ugye volt városi ház, volt, volt vidéki kúria, Fábián sebessénen, és ez, ezeket mind mind ledózarolták. Egyetlen egy dolog maradt, az egy mai napig egy, egy népi műemlék van egy uh, csernamalom ahova én azért szoktam visszajárni, az egy, az egy felújított, fölújított régi szélmalom. Turisták szokták megnézni, meg a falu szokott ott bulizni egyébként most, hogy kint van a, kint van a határba. De hogy nekem a, nekem a, a Cserna nagyanyám, a Cserna csöpe az egy hihetetlen közeli lény volt. Ő egy, ő egy ő egy morális zseni volt, és uh, hát vele is nagyon közeli kapcsolatba kerültem, és uh, hát ő még élt, amikor fölvettem a, fölvettem a nevet. Valahogy így ez, így önmagába a Szabó nevet az soha nem, nem bírtam elviselni. Valahogy az, az soha, nem, soha nem tetszett. Tehát, hát ez nem egy írói név, hanem, hanem egy kiegészítés. tulajdonképpen a, a, így lett kerek a, a, a nevem, tehát ebbe, ebbe, mind a két ág a családomba benne van. Ez a Cserna csöpe, nagyon fiatal lánykorába bele szeretett egy nála 18 évvel idősebb ö, nőgyógyászba, és ennek a frigynek a gyümölcse az anyukám. Kezdet-kezdetén is egy nagyon ösztönös író voltam, tehát nekem nem voltak terveim, meg céljaim. Tehát én nem akartam se novellát írni, se regényt, se kisregényt, se nagyregényt. Én egyszer csak elkezdtem történeteket írni, bementem az írókboltjába, levettem azokat a folyóiratokat, amik nekem tetszettek, és megnéztem a posta címet, és feladtam egy borít. És meglepő módon ezeket a novellákat nagy részben elfogadták. És akkor egyszer csak jelentkezett a Morcsányi Géza, aki akkor is még jó sokáig a magvetői kiadónak az igazgatója volt, és még ez 97-ben történt, tehát még ötödéves egyetemista voltam, amikor behívatotta magvető kiadó szerkesztőségébe konyakkal kínált, és közölte, hogy szeretne egy novellás kötetet tőlem. És aztán én igazából soha nem éreztem, hogy, hogy más merre kellene mennem. Tehát én nagyon jól megvoltam, meg azt hiszem, hogy a mai napig nagyon jó meg vagyok novellistaként. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a prózai műfajok csúcsa az a novella, az a, az a próza, az a csiszolt gyémánt, a sűrítés művészete. És, és nem, én nem kacsingattam sohasem erre. Tehát, abból, a, abból a szempontból is én úgy érzem, hogy ösztönös vagyok, hogy, hogy nincsenek műfai terveim. Tehát egyrésztről nem fogadom el azt, hogy, hogy a regény magasabb rendű műfaj lenne, és mindenképpen minden prózaírónak a végső célja az kell, hogy legyen, hogy ő 16 kötetes nagy regényt írjon. És tényleg a mai napig novellistának tartom magamat, de én úgy dolgozom, hogy, hogy nagyon sokáig dolgozok, írok bele a nagy, nagy, világba, vagy a vakvilágba, és egyszer csak, egyszer csak van, egy, van egy anyag, ami, ami mondjuk úgy kilóra, kilóra megvan, és elkezdek azon gondolkozni, hogy ez ebből mit, lehet, mit lehetne csinálni, mi ez, mi, hogy beszélgetnek a, a részek egymással. A fél négy az, az, az nagyon egyszerűen készült, írtam novellákat, ezeket elküldözgettem folyratoknak ezek megjelentek, és amikor egy kötetnyi összegyűlt, akkor egymás után raktam őket, és ez egy novellás kötet lett. Aztán volt olyan például a pusziboltnál, ahol azt éreztem, hogy ez egy, ez egy novella füzér, sőt szerintem a szerkezete az egy picit erősebb a novella füzérnél, Picit jobban össze vannak kötve. Tehát azt hiszem, hogy annál erősebb a szerkezete, hogy az összetartása, hogy, hogy, minden novella egy kivételével egy képzeletbeli kisvárosba játszódik. Aztán ugye jött egy, jött egy regény, a Halálcsillag, ott is különböző, különböző szövegek voltak, ahol a főhős volt, volt közös, és egy, egy pár év írás után rájöttem, hogy ezt nem fogom megúszni, hogy, hogy, ebből egy, nem fogom megúszni, hogy, hogy ebből, ebből ne legyen regény. És amikor elkezdtem írni a Sömmét, ugye a kettő között is volt egy klasszikus uh, novelláskötet, a Veszett Paradicsom, a Sömmi pedig egy, egy a semmit megelőzte egy, egy elég, elég hosszú kutató munka, tehát én ilyen jellegű dolgot még nem csináltam, most ez egy, nevezhetjük sok mindennek, mondjuk nevezzük kvázi történelmi regénynek, ha akarjuk, akkor ez egy történelmi regény, vagy egy történelmi regény paródia, de ehhez azért nagyon bele kellett ásni magamat, mondjuk nem csak a betyár történetekbe, de mondjuk a 19. század Szegedének a, a, a helytörténetébe, a tanyavilágba, a nyelvjárásba, magába a nyelvbe, tömörkénybe, stb. 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 Tehát ez egy, egy nagyon hosszú kutató munka előzte meg, ami egy, egyébként egy csodálatos élmény volt. Ahhoz hasonló élvezet, mint amikor, amikor Kolozsváron ültem a könyvtárba, vagy amikor gaszonómiai eszéket, vagy gasztronómia történeti eszéket írok. És ott se tudtam egyébként, tehát semmiféle tervem nem volt az elején, hogy, hogy, ez, egy, ez egy novella lesz, egy novella füzér, egy regény, egy nagy regény és körülbelül a közepénél tudtam, hogy, hogy ez egy kisregény lesz. Mert hogy sokan, sokan, azt hiszik, hogy a, hogy, a, hogy a kis regény az valamiféle átmenet a, a novella és a regény között. Nekem mindig is egy, egy, egy kedvenc műfajom volt, a, a, a kisregény, és amikor most először írtam kisregényt, akkor rájöttem, hogy ez egy teljesen önálló, kompakt műfaj, saját levegővel, saját ritmussal, saját szerkezettel, tehát euh, igazából nem sok köze van a novellához, és nem sok köze van a regényhez. Mint ahogy én azt gondolom, hogy a, ugye az a, az a irodalmi leosztás, hogy, hogy van a fiatal író, aki még próbálgatja a szárnyait, még nem tud annyira írni, ezért novellákat ír, és majd, hogyha megtanul rendesen írni, és megtanulja a tehetségét kibontani, akkor majd beteljesíti a tehetségét regényben. Szerintem ez egy baromság nagyjából. Szerintem a novella sokkal közelebb van egyébként a, a, a vershez, mint a regényhez. Tehát, hogyha, hogyha egy novelista mondjuk fejlődhetne, akkor inkább a vers felé fejlődhetne, tehát még tömörebben, még több csönddel játszva. És akkor még nem is szóltunk a varjú csőréről beugró szavakról. Kiválja, kikaparja, stb. Ez a novella utolsó félmondata a varjúról. Már majdnem azt hitte, hogy elfeledkeztek róla. Persze róla nem lehet elfeledkezni. Mésző se akarja, hogy elfeledjük. Mert csak a pusztulás örök ebben a középső világban, ebben a gránát roncsolt a törzsben. És a háborúval nincs vége se az ölésnek, se a szenvedésnek. A béke épp oly kínos és véres. És tán a múltnak, kecske öreg, meg lehet bocsájtani, bár elfeledkezni róla bajosan, de a jövő guanóját nem lehet hóvá gyontatni. Ettől bűzlik a jelen, a tölgyfa töve. Mészői nem ad megoldást, de rengeteg kaput kinyit előttünk. A jelképtárak persze a tölgy és a kapuk közötti kapcsolatról is tudnak. Sokféle indulhatunk. Soha nem érkezünk meg. Nincs megoldás, csupán megoldások vannak. Ha például a varjak feltárását nem a tölgynél, hanem Apollón és Koronis mitoszának hófehér varjújánál kezdjük, bizonyosan egész máshol lyukadunk ki. Ha a három kötögető vészbanyánál, megint máshol de megyünk, haladunk, nyomozunk, együtt a szöveggel, ez a lényeg. Úton lenni a boldogság, megérkezni a halál. Ez az egész gasztronómia nekem egy teljes, teljes véletlen. 98-ban, miután elvégeztem az egyetemet, és már ugye meg is jelent az első kötetem, egy, egy teljesen véletlen családi vonalon kerültem be a magyar konyha szerkesztőségében, úgyhogy nekem az világon semmi közöm nem volt a, a Szerintem paprikás krumplit és rántottát tudtam maximum főzni, de semmi kapcsolatom nem volt ezzel a témával. De ugye kellett valamiféle állás, amiből föntartom magamat, és meg ugye nekem akkor már volt egy, volt egy fiam, aki akkor született, és és hát így kerültem a magyar konyhába, dolgoztam két-három évet, ez volt az egyetlen munkahelyem azóta is, tehát ilyen klasszikus munkahelyem, ahol havi fizetést kapok, ahol, ahol be vagyok jelentve nyugdíjra, fizetik a társadalombiztosításomat, de be is kell járni szinte naponta. Ezt olyan két-három évig bírtam. És ez egy ilyen rajtam maradt téli kabát, hogy amikor az ember két-három évig azt csinálja, hogy szakácsokkal, szakácsokkal, készít interjút, recepteket korrektúrázik, különböző gasztronómiai témákról ír, akkor ez, akkor ez, ráragad. Ráadásul ugye volt két ilyen irodalmi rovatom is. Az egyik egy olyan rovat volt, egy, egy, a lapnak a hátuljában egy ilyen irodalmi rovat, ahol ahol tulajdonképpen ilyen klasszikus szerzőktől, Krúditól, Kosztolányinát, Hrabalig vettem ki novella részleteket, regény részleteket, és ezek illusztrálva jelentek meg, mint ilyen irodalmi rovat. És egy idő után rájöttem, hogy vannak nekem fiatal író barátaim, és miért nem ők írják ezeket a gyakorlatilag gasztro tárcákat, és akkor 24 rész jelent meg ebből, azt hiszem két éven keresztül, fiatal magyar írók írták a gasztronómiai tárcákat, és az később megjelent egy kötetbe friss irodalmi húsok címmel. Hát akkor tényleg még friss irodalmi húsok voltunk, tehát ilyen 25-30 közötti emberekről, írókról volt szó, és az volt a, arra emlékszem, hogy nem pénzbe fizettünk, hanem a végén az egész társaságot a, a Krúdinak a vendéglőbe a Kéli vendéglőbe egy óriási vacsorára, ivászatra invitáltuk meg. Na és utána ez elmúlt az, az életemből, de a mai napig úgy olvasok, hogy gyakorlatilag kétszer uzával. Tehát az egyikkel az íróolvas, a másikkal a, a gasztronómus olvas. Mert hogy ez a, ez a két énem ez mindig egymás mellett, mellett halad. Tehát, de én ezt Tulajdonképpen majdnem, hogy ketté tudom választani, tehát nem gondolom azt, hogy a gasztronómiai ténykedésem, az a szépirodalmi munkásságom része lenne. Ezt én úgy fogom föl, mint egy, mint egy civil foglalkozást. Ugye rengeteg írónak van civil foglalkozása. Az, hogy mondjuk én étterem kritikákat írok, vagy gasztotörténeti eszéket írok vagy mondjuk egy ilyen ironikus, groteszk könyvet a másnaposságról, ezt, ezt én nem, a, nem, nem, az írói, írói énemnek a, a részeként írom, ezt, ezt, valami, valamiféle civil énem műveli. Az, hogy a kettő között van valamiféle átjárás vagy hatás, az pedig szerintem egészen természetes. Két dolog volt, ami miatt nekem meg kellett írni a semmit. Az egyik a, az egész szentesi múltam, az egész ö, délalföldi néplélek, aminek tulajdonképpen ez az egyetlen nagy története. És az, hogy, hogy olyan rossz lett a Krúdi és a, és a féle Rózsa Sándor könyv, az tulajdonképpen annak köszönhető, hogy ők igazából ezt, ezt, a, ezt ennek, a, ennek a lelki közösségnek nem voltak tagjai. Tehát a, az alföldi néplélekhez nem sok közük volt. Több oka is volt nyilván ennek. Nem nagyon érdekelte őket ez az egész téma. Én azt vettem észre, miközben a, a, a könyvüket olvastam, és, és nagyon kívülről tudták ezt csak nézni. Én azt hiszem, hogy ezt, ezt a néplelket abszolút belülről ismerem, arról nem is beszélve, hogy ez az őzés az apanyelvem, bár én nem beszélem. Ugye ez az egyik indoka annak, hogy meg, meg kellett írnom a semmit, a másik, hogy hogyan indult el, ez nem a Rózsa Sándorból indult el nálam, hanem, hanem pont a Rézi néniből, aki egy hihetetlenül fontos alakja a 19. századi magyar gasztronómia történetnek. Tulajdonképpen az ő szakácskönyve a, az 1870-es években az első olyan, magyar szakácskönyv, amiről biztosan tudjuk, hogy ez egy eredeti szakácskönyv, és nem egy franciából németre fordított könyvnek a magyar ö, fordítása, mint például mondjuk a Szent Hilari Józsefina szakácskönyvnél, vagy a Cifrai szakácskönyvnél, vagy a Dobos szakácskönyvnél lehetne még sorolni a szak ezeket a szakácskönyveket, aminek semmi köze a magyar gasztronómiához. Itt, itt azért zömében vidéki, alföldi magyar ételekről van szó, szegedi halászléről és, és tarhonyáról és tiszaszeletről, stb. stb. És amikor én egy ízben heteket töltöttem azzal, hogy a Széchenyi Könyvtár mikrofilm olvasójába kutattam, és szinte semmit nem tudunk erről a Rézi néniről. ez olyan a magyar gasztronómiában, mint hogyha mondjuk az irodalomban nem tudnánk semmit Arany Jánosról. Ugye az egész magyar a történet egy legendák és pletykák la, fűzére tehát semmi, semmiféle történetiség és tudományosság és filológiai pontosság nincsen benne. És amikor ott heteket kutattam a itt akkor valahogy beleragadtam ebbe a szegedi, szegedi, szegedi világba, a nyelvbe, a hangulatba, a, a, a levegőbe és tulajdonképpen én Rézi néniből csúsztam át Rózsa Sándorra. Tehát tulajdonképpen kihagyhatatlan volt, hogy a, hogy a, a, a Rózsa Sándor történetben ne szivárogjon bele a, a, a Rézi néni történet. De azért alapvetően az, azt hiszem, hogy azért ettől ez nem lett egy gasztronómiai regény, ez, egy, ez egy, ez egy, ez, azért egy betyárregény lett. Mert ez a katonapá különös bogaras ember volt, nem nagyon érdekelte a felesége a Justina, de más se igen hozta lázba, mert ezt a jó embert csak és kizárólag a dinnyei érdekelték, mert költő volt az Isten adta, dinnye írt. Amikor a dinnyék már kifejlődtek, de még éretlenek voltak, a págazda sorra járt köztük, és Bicska hegyel két soros verseket karcolta a héjukra, olyanokat, mint hogy mikor a dinnyét vetöttem, magja közé dalt kevőrtem, Vagy égjön a tűz az orcádon, púpnőjön a lapockádon. Vagy van mönyország és van pokol, ha dinnyét lopsz, elkárhozol. Meg hasonlók. És mire a dinnyék megértek, a betűk beheggettek, és a vers olvashatóvá vált, és úgy vették azokat a verses dinnyéket a városiak, mint a mézes cukrot. Volt, aki saját névre szóló verset kért a págazdától, hogy például véssen a págazda az éretlen díjjébe poémát az ő lováról, a gyémántról, vagy a szeretőjéről, a franciskáról, vagy a halott édesanyjáról, az özvegy karomnéról, és így tovább. És a págazdának nem kellett sokat gondolkodnia, olyan termékeny volt a rigmus hogy csak odalépett a dinnyéhez, és már írta is az új költeményt, az úr meg visszajött a dinnyéért, mikor az már megérett, és megfizette a pálgazdát busásan a rímelő díjnyért. Van a, a, a legendáknak a, a Rózsa Sándora, amit ugye nem én találtam ki, hanem mondjuk az Isten adta nép. Van a szépirodalmi fikció, ami mondjuk Krúdi, vagy Móricz, vagy akár Tömörkény. És van az a fikció, amit én találtam ki. Ugye a, a, a valóságos Rózsa Sándort azt egyrészt nem nagyon ismerik, nem nagyon ismerjük és nem is nagyon vagyunk kíváncsi rá. Tehát Nagyon érdekes, hogy rengeteg ilyen gyűjtemény jelent meg, ahol, a, ahol a, a népköltészet, a legendáknak a Rózsa Sándora van összegyűjtve, rengeteg szép irodalmi, irodalmi mű született, és a történelmi Rózsa Sándorról egyetlen egy könyv született eddig, egy monográfia, az is inkább egy ilyen, egy ilyen ismerett terjesztő kategóriában, de azért nagyon szépen összegyűjti a forrásokat. És az olvasói visszajelzésekben nekem az volt a legdurvább, hogy ugye van az utolsó előtti fejezet, amiben gyakorlatilag a Rózsa Sándornak a 48-as szabadságharcos működése van leírva. És ebbe a fejezetben a legtöbben érdemeim elismerése mellett azt mondták, hogy na ebbe a fejezetben aztán tényleg, most már tényleg lőttél a célon. Tehát az a, az a, vérengzés és mészárlás, amit ott, ott végrehajtatsz a, a Rózsa Sándorral, az már, egy, az már, az már a, a, a Tarantinónak a legvéresebb kockáit idézi, és ott már tényleg egy kicsit túllősz a célon. Na most ez az egyetlen olyan fejezet, amiben az égvilágon semmi fikció nincsen, se tőlem, se mástól. Tehát itt az történik, hogy elmegy a, gyakorlatilag a Sándor elmegy a háborúba, teszi, amit tesz, és utána végén, ugye a kosút fölrendeli Pestre, még ez is igaz, és még az is, hogy behívatja magához. És onnantól kezdve, ami ott a kosút szobájában történik, az már nyilván az én, az én képzelem, képzeletemnek a, a, a szüleménye, de minden más a halottak száma, a helyszínek és a, a, az események azok mind valós történelmi tények. Ugye erről tudunk a legtöbbet, mert ugye a 48-as, 49-es eseményeket szinte percről percre feltérképezte a történelmetudomány, tudomány, tehát itt nincsenek, nincsenek, legendák és, és féligasságok, itt minden, mindent tudunk, mikor, hova ment, melyik csapat, melyik hadtest, és, és tudjuk, hogy mi történt a csatákban, ott ki, ki mit csinált, hány halott volt, hány sebesült. Tehát e, nekem ez a vicces, hogy annyira nem ismerjük a valóságos történetet, hogy az egyetlen olyan rész, ami színigaz, azon, hogy mondjuk megjelenik az ördög, és beszélget a Rózsa Sándor apjával, ezzel senki nem lepődik meg, ez teljesen rendben van Rózsa Sándor, a, meg a, mondjuk a Rózsa Sándor, Rózsa Sándor miért ne beszélgethetne az ördög. Ez, ez, mindenkinek belefér a pakliba, de az, ami a valóságos Rózsa Sándor volt, azon minden, mindenki megrökönyödött és azt mondta, hogy, hogy itt már tényleg azért az én szadista képzeletemnek megállt parancsolhatnék. Ha megkérdezik, hogy hova valósi vagyok, ugye ez egy gyakori kérdés, akkor azt hallom, hogy szentesi. Van egy metafizikai gyerekkorom, ami, ami Kolozsvár, de azt kérdezik, hogy hova megyek haza, hogy mi, a, mi az otthonom, akkor most már azért leggyakrabban azt szoktam mondani, hogy a, a Király utca, a hatodik és a hetedik kerület határán, bár már jó, jó sok éve, tehát a lakásom még mindig ott van, de most már jó sok éve, mondjuk egy 5-6 éve legalább nem lakom, nem lakom a Király utcába. Hanem, hanem Budán lakom most már a második helyen, de hát ez egy, ez egy, ez egy családi, családi, megfontolás. De amikor ugye 24 éve Budapesten vagyok, és hogyha megkérdezik, hogy Budapesten hol vagyok otthon, az abszolút a Király utca. Ami talán most kicsit hasonlít arra a Király utcára, ami mondjuk az elmúlt századfordulónak a Király utcája volt, mondjuk a, ugye 800-as évek leges-legvégének a Király utcája, amikor mondjuk a Krúdi megérkezik Budapestre, és megérkezik a Király utcába, és beköltözik a pekari házba, amit majd látni fogunk, remélem, hogy el elmegyünk majd oda is, amit ugye hívnak sárkányos háznak is, mert ugye egy, egy sárkányfej lóg az egyik erké fölött, amiről a Krúdi elég sokat ír. Na most tulajdonképpen ugye ez a Király utca volt a a, a a kvázi sugárútja, Budapestnek az András út megépítése előtt, utána egy picit vesztett a, a, a jelentőségéből, de sokat nem. Tehát többeképpen ez lett a, a sötét, a lebújós, a kocsmás, a színházas, a mulatós, a másik igazi, igazi Budapest, a királyszínházáb. A Gundel például itt nyitotta az első első vendéglőjét a a Bécs ö, ö, városához címzett sörházat, akkor ö, itt született Szomori a Király utcán, ö, ugye itt, itt működött a, 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 a híres hírhet kékmacska mulató, egy hihetetlen lump ö, ö, és, és kávéházas kocsmás mulatós, központ volt. Én, és most is egyébként, most, hogy, 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 újra viga, viga, ami negyed lett belőle, ugye, ugye főleg a mondjuk a Deák tér és a körút közötti, körút közötti terület, az én lakásom a, a, körút utáni, a Lövölde tér felüli részem van. Most szerintem nagyon hasonlíthat ahhoz a, ahhoz a világhoz. Ami, 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 akkor volt a 800-as évek végén, a 900-as évek első, első felében, és ezek az, ezek az, emberek nekem, nekem nagyon fontosak. Nekem ott, ott koncentrálódik az, a, az az érték, ami nekem Budapestet Budapestét teszi. Tehát mondjuk ebben a három évben nekem tulajdonképpen össze lehet foglalni egész Budapestet, hogy Krúdi, Szomori, Gundel és ha még ugye ott a, a Liszt-Ferenc téren lakott a szépernő, ha, ha még a szépernőt negyediknek hozzá, hozzá tesszük, akkor köszönöm szépen, én már csak egy kávét kérek.